Eckhart Tolle videójából részlet Egy hölgy tesz fel kérdést Szia, Eckhart! A kérdésem Amikor megpróbálom fenntartani a jelenlétet a mindennapokban, azt látom, hogy még mindig megvan bennem a tudat alatti vágy, hogy többnek tűnjek, ami aztán elég gyakran akadályoz is engem. Milyen tanácsokat tudnál adni erre? Eckhart Tolle Sokat segítene, ha mondanál erre egy-két konkrét példát is. Tartottam ettől. Főleg, amikor például ma reggel odajött hozzám valaki, ideges volt, aggódott, nem volt jó paszban, én pedig azt gondoltam, és ez ilyenkor automatikus nálam, legszívesebben azt mondanám, hogy szedd már össze magad ahelyett, hogy pozitív beszélgetést folytatnék az illetővel. És persze magamon is észreveszem, amikor ideges vagyok és nem vagyok jól, elvárom, hogy mindenki más megértő legyen velem. Ítélkezem, és ez nem jó. Szeretném, ha azonnal kedvesebb tudnék lenni. Eckhart Tolle. Még egy példát, ha mondanál? Még egyet? Amikor megtudtam, hogy kérdezhetek tőled, egyrészt nagyon izgatott lettem. Másrészt kísértést éreztem, és bevallom, ez volt az első gondolatom, hogy azt mondjam, hát nem csodálatos, feltehetem ezt a remek kérdést. Aztán hamar rájöttem, hogy a kérdés talán prűd a részemről, de végül is nem rólam kellene szólnia. És ez azt sem jelenti, hogy emiatt nagyszerű volnék. Folyamatos a belső vívódás bennem. Eckhart Tolle Teljesen normális ez a fajta elmeaktivitás. Viszont ahogy kezd felmerülni az éberség, sokkal kellemetlenebbé válik, mint egy öntudatlan ember esetében. Az a jó, hogy ott van az éberség benned. Ha teljesen öntudatlan lennél, és azokkal a gondolati mintákkal azonosítanád magad, arról nem is tudnál, mert olyannyira önmagadnak hiszed azokat a gondolatokat, hogy ez fel sem tűnik neked. Te magad válsz a gondolattá. Ahelyett, hogy felismernéd, hogy többnek érzed magad másoknál, megpróbálod ezt elnyomni magadban. De épp így lennél felsőbbrendű. És nagyon öntudatlan. Ami a megszokott tudatállapot. Az ébesség felbukkanása jó dolog rálátsz bizonyos elme mintázatokra. Például, amikor felsőbbrendűnek vagy különlegesebbnek érzed magad, mint mások. A különlegesség felmagasztalása egy másik kifejezés erre. A felsőbbrendűség olyasmit jelent, hogy jobbnak lenni, mint valaki más. A különlegesség viszont jelentheti azt is, hogy sokkal rosszabb vagyok, mint te és ebből nyerem a különlegesség érzetemet. Az én problémáim sokkal súlyosabbak a tieidnél, úgyhogy ne is nagyon mesélj róluk. Inkább hat traktáljalak az enyémmel. Vagy ahogy az apám mondta, amikor az emberek panaszkodtak neki, hogy fáj a fejük. Fáj a fejed? Nekem hetekig fájt. Ez nem épp a felsőbbrendűség tipikus példája, de bizonyos értelemben mégiscsak az. Különlegesebb vagyok, mert régebb óta fáj a fejem, mint a Tiéd. Ezért érdekesebb is vagyok, mint te. Persze az ezzel kapcsolatos érvelések mind irracionálisak. Az éberség tehát ott van, mely döntő fontosságú. Tudatában vagy a rendűségi és különlegességi elmemintának. Ezek után az éberséget újra elhomályosítja egy elmeminta, amely azt mondja. Nem szabadna ilyeneket gondolnom. Ez azonban csak egy újabb gondolatcsokor. Három dolog van itt egyszerre. Ott van az eredeti gondolati mintázat, amely önmagában ártalmatlan. Aztán ott a gondolati mintázat felismerése, amely csak azért ismerődhetett fel, mert megjelent az éberség. Az éberség ismeri fel a gondolati mintázatot. De ezek után az elme újra visszatér, és felhasználja az éberségből fakadó felismerést a problémák újabb szintjének megteremtéséhez, és kimondja: Nem helyes, hogy ilyen gondolataim vannak. Ilyen gondolatokkal a fejemben nem vagyok jó ember. Nem vagyok kedves, ha ilyen gondolataim vannak. De mik mondják ezeket? A gondolatok megeshet, hogy az éberség felemelkedésével már nem azonosulsz teljes mértékben az elme mintázattal. De aztán az elme olyan ravasz, hogy ebből a felismerésből újabb gondolati mintát gyárt. Ez az új minta azt mondja, ha ilyen jellegű gondolataim vannak, akkor biztos nem vagyok, kedves ember. Rosszul érzem magam, ha ilyeneket gondolok. Nem kéne ilyeneket gondolnom, úgyhogy meg kéne szabadulnom ezektől. És még sorolhatnám. Ezért kell nagyon odafigyelned, amikor az éberség után az elme újra be akar lépni. Nem biztos, hogy így történik. De ha nem tudtál róla, az csak azért volt, mert nem voltál rá tudatos. Az elme tehát nagyon cseles. Felismered az elmét, de az újra besurran a hátsó ajtón, és a felismerésedből előnyt kovácsol magának, még több gondolatot létrehozva ezzel. Így van. Ezért nagyon jó, hogy feltetted a kérdésed, mert mindenkinek segít. Úgy, hogy valóban különleges vagy. Mindannyiunknak hasonló problémáink vannak, ezért egyet is érthetünk abban, hogy mind különlegesek vagyunk. Amint tudatossá válsz erre, ráébredhetsz arra, hogy mindez szükségtelen. Ez csak egy haszontalan elmeaktivitás, amely semmi mást nem tesz, mint megerősíti az elmével való azonosulást. És ezek után már engedheted, hogy a felismerés ott legyen mindenféle mentális ítélkezés nélkül, hogy veled esetleg valami baj lenne ha csak hagyod a felismerést, az fokozatosan feloszlatja az elme mintázatot. Mindössze éberségre van szükséged, hogy tudd, mit tesz éppen az elméd. Ekkor pedig az elme egyre halványabbá, egyre erőtlenebbé válik, az éberség pedig fokozatosan erősödni fog. Az elme mintázat tehát összezsugorodik, az éberség pedig növekedésnek indul. Az egyetlen módja annak, hogy az elme megállítsa ezt a folyamatot, ha az éberség fedezékében újra visszatér és újabb gondolatokat hoz létre. Örülj annak, ha éber vagy erre. Az elme mintázatoknak egyébként sincs semmi közük ahhoz, aki valójában vagy. Nem vagy sem barátságtalan, sem egyéb, amit az elme sugal neked. Egyszerűen ez csak egy elme mintázat. Megfigyeled. Hm, érdekes. Megint ott van. És ez már elegendő. Nagyszerű. Köszönöm szépen. A videó feliratát felolvasta. Korek Mária, köszönöm a meghallgatást!